Piros-fekete, azaz kispesti rohamokkal kezdődött a találkozó, a második percben Jula adott középre. A kísérleteket azonban sikerült hárítani a Székely Györgynek, a Paksiak kapusának, aki a kezdő kapus Molnár Péter sérülése miatt került be végül is a kezdőcsapatba. A hetedik percben járunk, amikor Szakkály veszíti el a labdát, érkezik a beadás középre, és érkezik Eppel Márton is, aki ott folytatja, ahol a Debrecen ellen abba hagyta. Akkor a Loki ellen szerezte meg az első góljait kispesti színekben, és a télen a Dunaújvárostól igazolt támadó most egy beadást ismételten gólra vált, elemi erővel bombázott a léc alá Eppel Márton, aki az első bajnokik során nem tudott a kapuba találni, a legutóbbi két mérkőzésén viszont ez már a harmadik gólja. Paksi rohamok, de talán ez a jelző egy picit túlzás, hiszen Horváth András könnyedén kiléphetett a kapujából és felszedhette a labdát. Horváth továbbra is a két sérült másik hálőr távol létében abszolút élvezi Marco Rossi bizalmát, és jól is teljesít. Aztán a 28. percben Székely már picit furcsán jött ki a kapujából, szerencséjére azonban Jula bár elpöckölte mellette a labdát. Egyébként lesnek tűnt ez a szituáció, de az asszisztens nem jelzett, és így végül Jula megmozdulását követően nem született újabb gól. Aztán maradnak támadásban a hazaiak, akik a debreceni 3-0-ás siker mellett még a Ferencváros tudták legyőzni 2016-ban, és egyelőre ezen a mérkőzésen is jól futballoznak. Botka beadását vágták ki. Egy perc sem telik el, amikor a gólszerző Eppel forgoródik, majd a passzát Jula bombázza kapura belsővel, Székelynek azonban ez nem okozott gondot. Eppel a gólját követően majdnem egy asszisztot is jegyezhet, a gínai török Jula azonban nem tudja megszerezni a hatodik bajnoki találatát, volt némi szerencséje is Eppelnek, de a meglátása kiváló volt. Aztán már a második félidőben járunk, továbbra is 1-0-ra vezet a Honvéd, és az a Gyorgye Kamber veszélyeztetett, aki védekező középpályásként a kispestiek legeredményesebb játékosa a maga 8 bajnoki góljával. Ismételten betalálhatott volna, az előző Debrecen elleni mérkőzésen sérülés miatt nem léphetett pályára, most csupán centikkel tévedett. Aztán Bobál, ő nem jut lövéshez, Hidi viszont igen, és azok a kedves nézők, akik látták az előző hétvége gólösszefoglalóját, emlékezhetnek rá, hogy Hidi Patrik elképesztően nagy gólt ragasztott a Loki hálójába, most bizony Székelynek is nyújtózkodnia kellett, ezúttal is állítgatás nélkül. A kispestiek csapatkapitánya nagyon megnézte magának a bal felsőt, innen láthatjuk igazán, nagyon kevésen múlott Hidi lökete. 55. perc, hogy ez a veszélyesnek titulált szöglet is bekerülhetett az összefoglalóba, az jól jelzi azért, hogy a Paks kevés helyzetet tudott kialakítani ezen a mérkőzésen, ami pedig eljutott Horváth András kapujáig, azt is magabiztosan hárította a hazaiak hálóőre. 62. percben senki nem tudja, hol a labda, Eppel viszont igen, és aztán megduplázza a hazaiak előnyét. Ha egy üzletbe indul, Eppel Márton hihetetlen formában, az előző két meccsén így most már ez a negyedik bajnoki gólja. Korábban egyébként Pakson is 35 bajnoki mérkőzésen szereplő, és ott 6 találtot jegyző támadónak. Hiditeker középre, érkezik ugyan a 20 esztendős U21-es válogatott Székely a kapujából. Senki nem tudja azonban kivágni a labdát, és némi szerencsével ugyan, de Eppel Márton már a második gólját szerzi ezen a mérkőzésen. 20 perc van hátra a találkozóban, és nagyon úgy tűnik, hogy bár az előző fordulóban 2-0-ra tudott győzni a Paksi együttes a Vasas ellen, tovább folytatódik a vendégek rossz vendégszériája, miközben Hollander lövése akad el a sorfalban, és ez a vége, hiszen sorozatban negyedszer kap ki Pakstól távol a fehérmezes együttes, és ebben a szezonban csupán kétszer tudtak diadalmaskodni idegenben. Marco Rossi együttese viszont sorozatban másodszor is nyerni tud a bajnokságban. A Fradi és a Debrecen után a Paksi csapatot is legyőzik 2-0-ra Eppel duplájával.